Üdvözlet mindenkinek, 2023. március 31-e van, itt az Infobubble Facebook csatornán, az idők vége sorozatban. Ezúttal meg fogjuk nézni, hogy is alakul a helyzet a világban, mik azok a gazdasági, illetve társadalmi változások, amelyeket érdemes említeni ezen a héten, bár hétfőn jelentkeztem egy másik videóval, de úgy gondoltam, hogy áttérek a péntek estére. Megkérek mindenkit, hogy osszátok meg a videónak a linkjét, és lájkoljátok, mindenhova eljusson ez az üzenet, ez nagy segítség nekünk, és köszönöm azoknak, akik ezt rendszeresen megteszik. Vágjunk is bele egyből, meg fogok mutatni néhány rövid videót a világból, csak hogy érzékeltessem, hogy milyen abszurd a helyzet, de az első hír, amit szeretnék ezúttal, amivel szeretném kezdeni, az a következő. Be kell jelenteni a kutakat, különben nagy bírság érkezik. Ez olkt.net weboldalon található. Ez ugye azokat érinti különösen, akik vidékiek, vagy esetleg külterületen élnek, gazdálkodnak, függetlenül ettől. Szerintem ez előrevetíti megint csak a helyzetet, amivel szembe kell majd néznünk, de egy pillantást vessünk arra, hogy mi is az, amiről beszélek. Kell a vized az akkumulátorgyáraknak, ez az engedély nélküli vízhasználat esetén 1 millió forintig terjedhet, úgy értik, hogy a büntetés, és hamarosan lép a kormány a fúrt kutak ügyében. A gazdáknak a jelenlegi kiszivárgott információk alapján nagyjából kutanként 1 millió forintba fog kerülni az engedélyeztetési eljárás, miközben évi 400 000 köbméter vizet használhatnak fel ingyenesen. 400 000 köbméter víz az elképesztő mennyiség, azonban a legtöbb gazda nem használ el ennyi vizet. Így úgy tűnik, hogy ez csak a bürokrácia az, amire ez az 1 millió forintot majd ki kell fizetni. Én azt hiszem, hogy érdemes megfontolni azt, hogy mi is állhat emögött. Nyilván nem a magyar állam az, aki kitalálja ezeket a rendelkezéseket, hanem az Európai Unió, ahonnan érkeznek. Most a múlt adásban megmutattam azt, hogy az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődés célkitűzéseiben szerepel a 6-os pontban az ivóvíz biztosítása, illetve a tisztaságának a szavatolása, legalábbis ez a címszó. Most ezzel képesek ellenőrzés alatt tartani majd a vízhasználatot, és meg kell értenie mindenkinek azt, hogy a víz az egy nagyon fontos, nyilván tisztában van ezzel mindenki, de a víz az nagyon fontos a szabadságunk érdekében. Az, aki kontrollálja a vizet, az képes akármekkora tömegeket mozgatni. Megmutattam a múltkor, aki figyelt a Mad Max című film kapcsán, ugye Immortan Joe, ha jól emlékszem, úgy hívták ezt a karaktert, és ő az, aki a filmben a víz fölötti hatalommal rendelkezett, és mindenki odajárult elé, gyakorlatilag úgy, mintha egy isten lett volna. Szerintem ezt is akarták a film készítői kifejezni. Hogyha megyünk tovább, akkor ugye egy idézet, ez alsó hangon nagyjából 2 millió forint a jelenlegi árak alapján. Most 1 millió forint ugye a kezdő, a bürokrácia része. Akik háztartásukhoz használják a vizet, tanyán, falvakban, külterületeken élő sok százezer magyar, azok nem is tudják máshogyan megoldani vízellátásukat, csak furtkútba. Ez az esetben kötelezően előírják, hogy akreditált laborban vizsgáltassák be a vizet, ha nem megfelelő, akkor pedig saját költségükön víztisztító rendszert kell építeniük, utána pedig még talajterhelési díjat kell majd fizetni, illetve zárt, süllyesztett beton vagy műanyag tárolóba kell majd vezetniük a vizet, ami nagyjából 2 millió forint. Igyekeznek az embereket beterelni a városokba és ellehetetleníteni a külterületen való életet, ugyanis azt nehezebb kontrollálni. Az a helyzet, hogy a városban, és tudom, hogy 100 000-szer elmondtam már, de bízom abban, hogy mindig vannak újak, akik esetleg még ezt nem hallották, nem ismerik, nem értik annyira, hogy hogyan működik a világ. Úgyhogy számukra ez fontos lehet. Szóval az a lényeg, hogy a városban egyszerűbb kontrollálni az embereket és ellenőrzés alatt tartani. Pontosan ez az, amit a központi hatalmak akarnak. Őket nem érdekli az, hogy mi van a talajjal vagy a vízzel. Hogyha érdekelte volna őket, akkor eddig nem úgy ment volna a gazdaság, ahogyan működött. Szóval őket abszolút nem érdekli az, hogy mi történik az emberekkel. Őket csak az érdekli, hogy hogyan lehet kontrollálni őket. És a víz, az élelmiszer, utána az oktatás nagyon fontos, de a közlekedés szintén, illetve a gazdaságban való részvétel. Ezek azok a fő szektorok, amiket uralniuk kell ahhoz, hogy a legnagyobb tömegeket képesek legyenek irányítani. Idén végén lejár a Kút Amnestia, 24.hu, aki beszámolnak erről. Korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutakra. Tehát ez mezőgazdasági öntözési célú kutakra. December 31-ig szankciómentes, bírság nélkül be lehet jelenteni ezeket a kutakat. 92 előtt nem kellett engedély. Nem emlékszem, hogy mikor lépett be Magyarország az EU-ba, de nagyjából akkor lehet, hogy megnézem gyorsan, hogyha sikerül. Biztos vagyok benne, hogy ez összefügg azzal. 2004. május 1-je óta az Európai Unió teljes jogú tagja Magyarország. Több évig tartott ez a csatlakozási és tárgyalási folyamat. Aztán Athénban írták alá. Úgyhogy 2004 óta, 92-ben ugye még nem volt tagja Magyarország, ezért akkor nem kellett, de szépen ahogyan konszolidálódik a hatalom a központnak a kezében, úgy értem, hogy az unió, illetve a regionális uniók, most Európában ez az Európai Unió, de Észak-Amerikában az Észak-Amerikai Unió, Afrikában az Afrika Unió, teljesen mindegy. Mindegyiknek van egy szabályrendszere, egy törvényrendszere, és az nagyjából illeszkedik egymáshoz, azért, hogy egyszerű legyen majd egy napon mindet csak egybehúzni szépen. 92 lett, ezért nem kellett. Ahogyan csatlakoztunk az EU-hoz, utána ezek a standard törvények, illetve szabályozások kezdtek megjelenni Magyarországon is, tönkretették a vidéki életet, mindent, ami biztosíthatta volna a magyarok, illetve az országnak a függetlenségét, vagy autonómiáját, azt szépen tönkre kellett tenni, hiszen a lényeg az, hogy mindenki csatlakozzon ebbe az unióba. Maga az engedélyezési eljárás illetékmentes, a megadásához azonban kell a Kút összes lényeges paraméteret rögzítő szakvélemény, képesített, hivatalosan regisztrált vízmérnöktől, kútfúrótól. Ez nagyjából 50-150 000 forintig terjedhet ez a dolog. Jelenleg 2023. december 31 a határidő, de ez szépen egyébként nem ez a, hogy ez a végső határidő, azt nem tudom, de nem ez az első, megújították ezt már számos alkalommal. És 2024. január 1-től kell majd vízgazdálkodási bírságot fizetni. De haladjunk tovább ettől a vízkérdéstől, és meg fogjuk nézni azt, amit a Népszava ír. Ez népszava.hu, drága rezsicsökkentés, a kormány az adónkból 60%-os rezsiemelésnek megfelelő összeget fizet ki, hogy a kukások jövőre is elvigyék házunk elől a szemetet. És arról beszélnek itt, hogy az Orbán kormány jövőre már közel 100 milliárd forintot szán az adónkból a 7 évvel ezelőtti hangos díjmérséklés óta teljesen lerongyolódott hulladékszállítás, illetve víz- és csatornaszolgáltatás életben tartására. Most, hogy honnan van az államnak ez a pénze, fel kell, hogy merüljön ez a kérdés. Nem kevesebb, mint 50 milliárd forintot szán a kormány 2021-ben, ez ugye nem mostani cikk, 2020-as, de csak figyeljen mindenki, hogy milyen összegekről van szó. 2021-ben a hulladékszállítás jövőévi állami támogatására. Ez a költségvetési törvény tervezetének mélyéről lehet ezt kiásni, ugye ezt az. Ez körülbelül 2/3 annak a bevételnek, amit a rezsicsökkentett kuhacsekken keresztül a lakosság évente befizet. Az Orbán kormány tehát elbújtatva kerülő után az adómból körülbelül 60%-os rezsiemelésnek megfelelő összeget fizet ki annak érdekében, hogy a kukások jövőre is elvigyék házunk elől a szemetet. Úgyhogy mikor arról beszélnek az emberek, hogy ingyen egészségügy, meg ingyen ez, meg ingyen oktatás, meg ingyen mit tudom én mi, semmi nincsen ingyen, minden pénzbe kerül. És ezt a pénzt azok termelik meg, akik dolgoznak, azok adót fizetnek, és utána abból az adóból szétosztanak annyit, amennyit csak tudnak, annak érdekében, hogy megválasszák őket 4 év múlva, meg persze lenyúlnak, amennyit csak tudnak, hogy azért nekik is megérje. De minden pénzbe kerül, és semmi nincs ingyen. Az, amire azt mondják, hogy ó, ez ingyen van, meg stb. Stb. Nem, nincs ingyen semmi. Minden rengeteg pénzbe kerül, különösen úgy, ahogy ők dolgoznak. De nézzük ezt a videót, amit meg akarok mutatni. Egy pillanat. Ez már pénzcentrum.hu. Újabb szintet lépett a rezsiemelés, magyarok milliói kaphatnak váratlanul drága csekket. Egy bizonyos mennyiség fölött többet kellene fizetni a vízért, így jutatná plusz forráshoz a működésképtelenség határára jutott vízközmű ágazatot a kormány. Tehát most már oda jutottunk, hogy lesz egy bizonyos vízmennyiség, ami fölött többet kell majd fizetni a vízért, mint ahogyan az van az áram esetében is. Az elképzelésről még nincs döntés, de az energiaügyi miniszter már egyeztetett az érintettekkel, erősítette meg az RTL híradó kérdésére a miniszterelnökség vezetője. Tényleg súlyos a helyzet? Ezen a Vízkoalíció nevű civil szervezet által rendezett konferencián az államtitkát szembesítették a kialakult helyzettel, a rezsicsökkentés miatt 2013 óta nem változtak a vízdíjak, így az infláció és energiára robbanás miatt a vízközmű cégek működésképtelenség határa sodortak. Ezt mondtam pont az előbb, erről volt szó. Valakinek fizetnie kell. Ez a rezsicsökkentés dolog, hogy ó, milyen jó, hogy akkor most kevesebbet kell fizetni rezsire. Teljesen mindegy. A kormány nem tud adni pénzt senkinek, mert a kormány nem termel semmi pénzt. Az csak lerabolja azt, amit az emberek termelnek. Adóformájában. Hogyha azt várjuk, hogy végre rezsicsökkentés van, milyen jó, olcsóbb lesz. Igen, olcsóbb lesz, de ugyanúgy mi fogjuk megfizetni, az teljesen mindegy. Az egyik zsebünkből kivesszük, áttesszük a másikba, azt abból fizetjük meg. Mint ahogy ez itt is van. Ezek az energiaközmű cégek, amiről most beszélnek itt, ez pontosan ezt demonstrálja, hogy a rezsicsökkentésnek az árát, ezt a különbözetet ezek a cégek nyelték le. Folyamatosan az ár emelkedett időközben, csak mi nem fizettünk többet. 10 éve ugyanannyit fizetünk, mi nem fizettünk többet, de közben az ár attól még emelkedett. Ők azok, akik fizették. Miből fizették? Az adóból, a kormány fizette. Teljesen mindegy, hogy mi fizetjük be, vagy ők. Ugyanúgy az emberek azok, akik ezt az összeget előteremtik. Kurdi Viktor azt mondja, ugye a Vízközmű Szövetségnek az elnöke, hogy azonnali beavatkozásra van szükség, ez elsősorban pénzügyi segítséget jelent. Mi mást? Hogy a vízműcégek a villamosenergia számláikat, a munkabéreket, adókat ki tudják fizetni. Legalább 1000 milliárd forintos felújítási igényét nem is fedezni. 1000 milliárd forint a felújítási igény ennek a hálózatnak. Vajon mennyi ideig képes ez a hálózat még kiszolgálni az igényt, amit ugye a fejlődő technológia, meg a növekvő városi lakosság az támaszt. Ki tudja, hogy lesz ez? A kormány fontolgatja, hogy a gáz és áramtarifákhoz hasonlóan a vizet is csak egy bizonyos elfogyasztott mennyiségig kapnánk rögzített áron a fogyasztók. Tehát mostantól egy bizonyos mennyiség fölött már többet kell majd fizetni úgy, ahogyan az volt, és van ugye az áram esetében is. Ez hiradó.hu. Most már átérünk a gazdasági válságra, ez március elejé ez a cikk, de azt írják, hogy még nem látni a globális gazdasági válságnak a végét, és ez a laptopok piacán is érződik. Az egyik legnagyobb amerikai technológiai kutatótanácsadó cég legfrissebb előrejelzése szerint a világméretű IT, vagy ugye számítástechnikai kiadások 2023-ban várhatóan $4 milliárd tesznek ki, ami 2,4%-os emelkedést jelent 2002-höz képest. Van ez megy fölfelé, ez az IT, vagy számítógépinformatikai kiadások. A jövőben további drágulásra kell számítani, jelenleg sokan csökkentették a gyártási kapacitásukat, mint az Apple például, és ennek későbbiekben meg lesz a hatás. A készletek csökkenésével újra emelkedni fognak az árak ezen a piacon is, ami sokakat érzékenyen érint. Ez mindenhol jellemző nyilvánvalóan. Ugyanúgy a számítástechnikában, mint ebben a cikkben a világgazdaság honlapján mélyrepülésben a teljes bankszektor, beszakadt a Deutsche Bank és a Raiffeisen árfolyama is. Európát is erősen megviseli az elmúlt 15 év legnagyobb bank pánikja. Erről beszéltem én akkor, amikor ugye nagyjából 2 hete, amikor ez annyira aktuális volt, azonban most a Deutsche Bank az, ami bajba került, ha jól látom. Zuhanó repülésben van az árfolyama. Az európai részvények teljesítményét követő Stoxx 600 index értéke majdnap folyamán 1,4%-kal csökkent, és az esés mögött elsősorban a Deutsche Bank körüli félelem áll. Most, hogy mi lesz ezzel, azt nem lehet tudni persze, hogy az lesz, ami 2008-ban, nekem fogalmam sincs, hogy mi az, amire számítani lehet. Én úgy gondolom, hogy szépen lassan közelít az az idő, amikor mindenféle szektorában a gazdaságnak mindenhol ez lesz, ez az összeomlás, legyen az bármelyikféle ipar, de a mezőgazdaságban is. És úgy gondolom, hogy ez már látszik most hosszú-hosszú ideje, hogy mi is az, amire kimegy a játék. A lényeg az, hogy minél nagyobb a káosz, annál egyszerűbb az embereket rábírni arra, hogy csinálják azt, amit a világot uraló és irányító elit szeretne. Pénzcentrum azt írja, hogy messze még a globális válságnak a vége, csúnya időszak jöhet 2023-ban, ezt hitták januárban, és akkor még nem is voltak ezek a óriás problémák a gazdaságban. Ez viszont már március 20, munkából a temetőbe. Újabb drasztikus nyugdíjkorhatár emelés jöhet Magyarországon, 62-ről 64-re emeli a korhatárt. Ez Franciaország, ennek kapcsán ismét terítékre került a kérdés egész Európában. A franciák a 64 évnek is igencsak örülhetnek, hiszen azzal is a mezőny második felében vannak. Egyre több ország közeledik a 67 éves korhatárhoz. Hihetetlen. 67 éves korhatár. Magyarországon 65 év, de előtte komoly emelési ciklus volt, szóval 65 év 2023-ban. Most, hogy 2050-re a 70 év lesz a korhatár, az nagyjából nem érdekel már senkit, hiszen 2050-re itt nem lesz már semmi, amivel foglalkozni kellene, de a nyugdíjkorhatárt is emelik minden országban, azért, mert a cél nyilván az, hogy az emberek szépen lassan kipusztuljanak, és ne kelljen foglalkozni velük, mert ugye nincs, aki eltartsa őket, amúgy sem. Brutálisan hosszú várólista van már a laborvizsgálatokra is, ez rtl.hu honlapjáról. Ez a hír, március 27-e, a vizsgálat drágul, de az állami egészségbiztosító nem hajlandó többet fizetni érte. Néhány hete meg sokszorozódtak a szakrendelőkben kiadott vizsgálatokat kérő beutalók, labormintákat elemző cégek azonban árat emeltek, és emiatt jelentősen megnőtt a várakozási idő. Most az egészségügy az egy másik olyan szektor, ami nagyon fontos. Az embereket egyszerű sakban tartani az egészségükkel, és persze ez teljesen érthető, én nem is hibáztatok senkit ezért, viszont van egy generáció, illetve több is, amennyire én értem ezt a helyzetet, különösen az idősebbek, akik nagyon hozzá vannak szokva ahhoz, hogy részt vesznek ebben az egészségügyi rendszerben, és az egész életük az ettől függ. Ebben bíznak. Meg is lehet őket érteni, úgy lettek beprogramozva, hogy az orvos mindent tud, és akármiről van szó, csak találni kell valakit, aki fehér köpenybe rohangál, és az majd megmondja az igazságot nekünk. Szóval ezek az emberek, akik hozzászoktak ahhoz, hogy részt vesznek az egészségügyben, most ezeket a várólistákat látván, stb. Egyre nagyobb lesz a pánik, meg a stressz az ő életükben. Feltételezem azt is, hogy a színvonal, ha egyáltalán az volt eddig, az még sokkal lejjebb fog csökkenni. Kénytelen lesz, mivel egyre több lesz a beteg, ahogyan öregszik el a társadalom, az orvos, nővér viszont nem lesz több, mivel azokból kevesebb lesz, azokból a generációkból kevesebb ember születik. Na, ez a probléma minden nyugati országban az egészségügyekben, mint ahogy Magyarországon is, hogy nincs elég dolgozó, mert nincs elég ember az országban. És ha nincs elég ember, akkor nem lehet mit csinálni, hanem egyszerűen csak a várólista, meg az ellátás minősége fog csökkenni, és több beteg jut majd kevesebb ápolóra, illetve személyzetre. Erről is volt szó még a Covid idején, ez az, ami miatt az összeomlás szélére kerültek az egészségügyi rendszerek. Egyébként óriási a költség, kevés a dolgozó, rengeteg a beteg. Tehát a főváros egyes szakrendelőiben már csak május 25-re tudtak időpontot adni. Ez itt azonban gyorsabban lehet szükség a vizsgálatra, például daganatos betegeknek, írja a Népszava, az két hónap a várakozási idő, ugye ez március 27, két hónappal később, ami elég durva, de én hallottam ennél már sokkal hosszabb várakozási időt másfajta esetekben, azt hiszem, hogy pont személyzetről volt szó, ahol ilyen 3-4 hónap a várakozási idő. Napi.hu, a németek megegyeztek az EU-val a belső égésű motorokról. Ez a közlekedés, ahogy említettem korábban, ez megint csak egy ilyen problematikus, sarkalatos pontja az életünknek, amit szépen lassan vesznek ki a mi irányításunk alól. Németország és az EU szombaton bejelentette, hogy megegyezésre jutottak, kizárólag belső égésű motorral hajtott autók jövőjével kapcsolatos vitájukban, ami lehetővé teszi az ilyen motorokkal felszerelt új járművek regisztrációját 2035 után is, de csak abban az esetben, ha klímasemleges üzemanyagot használnak. Ezt nem tudom, hogy tud egy fosszilis üzemanyaggal, belső égésű motorral felszerelt autó klímasemleges üzemanyagot használni, de hát, ha elmondják ezt nekünk, megállapodtunk Németországban víz és széndioxid felhasználásával készült e-üzemanyagok autókban való jövőbeni használatára. Ja, értem most már. Klímas, igen, na mindegy, megnézzük. Igen, az a másik ökörség, ez a klímasemlegesség kívánja tenni a gazdaságát, vagyis teljesen meg akarja szüntetni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Most képzelje el mindenki, hogy ez mekkora a művelet, úgyhogy szinte minden, az egész gazdaság, ipar, mezőgazdaság, ezekre a gáz, üvegházhatású gáz, meg széndioxid termelő, meg fosszilis energiahordozókra épül, és akkor ezt 2050-ig mi meg fogjuk szüntetni, azt megnézem, hogy. A hivatalos tervek szerint nem került volna szóba a belső égési motorok gyártásának tiltása 2035-től, azonban mégis ez volt a csúcs találkozónak az egyik fő témája. Ez olyan áldozatokat fog megkívánni az emberektől, amire nem hiszem, hogy a többség az fel van készülve. Úgy értem, hogy ahhoz, hogy klímasemlegessé váljon az Európai Unió, vagy bármelyik ország, meg lehet azt oldani, én biztos vagyok benne, csak az életszínvonalból le kell adni, nem csak, hogy le kell adni az életszínvonalba, de láthatjuk, hogy mi az, amiből le kell adni, szinte mindenből. Ez az, amin mesterkednek pontosan ezek az emberek folyamatosan. Mindazok a rendelkezések, meg intézkedések, törvények, amiket ők hoznak, az ezt vetíti előre. Az, hogy a vizet korlátozzák, hogy vidékről az embereket kiszorítják, hogy az elektromos áramnak az ára növekszik, hogy az oktatási rendszer szépen lassan, de úgy tűnik, hogy átáll online verzióra, az infláció, az üzemanyag hiány, ezek mind hozzászoktatják az embereket ahhoz, ami következik, hogy képesek legyenek lemondani majd arról a kényelemről, amihez hozzászoktak. így talán egyszerűbb lesz, legalábbis az ő elképzelésük szerint, mint hogyha mondjuk egyik napról a másikra ez bekövetkezne. Plusz még ami szerintem fontos, az az, hogy el is kell fogadni az embereknek azt a rendszert, ami következik. És hogyha nem lenne ez a hiánygazdaság, vagy legalábbis állítólagos hiánygazdaság, akkor nehezebb lenne ezt az emberekkel megértetni, illetve elfogadtatni. Így, hogy mindenki azt gondolja, hogy óriási bajban van a világ, meg kreálták ezt a mesterséges szituációt, így az emberek sokkal egyszerűbben el fogják fogadni mindazt, ami történik, meg ami következik, amit egyébként lehet, hogy évszázadokon át kellett volna mindenkit kínozni azzal, hogy elfogadja ezt a rendszert, azt most képesek lesznek megvalósítani néhány évtized alatt, mint ahogyan azt mi tapasztaljuk is a saját bőrünkön most. Ez a videó szintén az emberiségnek a kontrollálásáról szól, és arról fog beszélni, hogy hogyan is valósítja meg a világot uraló és irányító elit ezt a kontrollt és ellenőrzését az emberiségnek. Úgyhogy ez az, amit meg fogunk most nézni. Két módon lehetséges, illetve tartják ellenőrzés alatt az embereket a világ urai. Az egyik az a félelem. A félelem az egyik, hogy örök rettegésben tartják őket. A másik pedig egyfajta demoralizáció, ami nagyszerűen látszik, hogyha valaki figyeli, hogy mik a történések a közösségi média oldalakon. Ez az egyik csoport, a másik ellen örökös háború, mindenki utál mindenkit, és olyan nehéz az élet, hogy nincs is az embereknek semmire se idejük már, meg erejük, meg energiájuk, hogy foglalkozzanak bármivel is. Ez egyfajta demoralizáció. Tehát félelemben, rettegésben kell tartani az embereket, a másik oldalon pedig demoralizálni kell őket, mert akkor nem lesznek képesek foglalkozni semmivel, meg nem is lesznek képesek megérteni semmit. An educated, healthy and confident nation is... Hogyha egy nemzet az kellőképpen tanult, most a tanult, hát ők úgy értik nyilván, hogy az oktatási rendszerben, de van ebben valami azért. An educated, healthy and confident nation. Egészséges, illetve magabiztos, tehát kellőképpen tanult, egészséges és magabiztos nemzet, azt nagyon nehéz ellenőrzés alatt tartani. És nehezebb is kormányozni ezt a csoportot, hogyha az emberek egészségesek, tanultak, illetve magabiztosak. Szóval van egy céljuk az életben, és nem akarja a világot irányító elit azt, hogy az emberek egészségesek legyenek, tanultak, illetve öntudatosak, magabiztosak. Ezért lehetséges az, hogy a világ lakosságának az 1%-a a világ gazdagságának a 80%-át birtokolja, mert az emberek demoralizáltak, illetve örökös félelemben élnek. Nézze csak meg valaki a híradót, hogy milyen hírekről szól a híradó. Állandóan arról van szó, hogy ez halt, meg az felrobbant, jön egy aszteroida, egy üstökös, meghal a föld, kihűl a nap, elszabadult egy oroszlán, meghalt ez, 80-an karamboloztak. Folyamatosan erről van szó mindig, mindenhol. Azért van, hogy örökösen rettegésben éljenek az emberek, és hogyha stresszben él az ember, akkor nem képes gondolkodni. Csak azzal fog foglalkozni, hogy hogyan tudja túlélni az időszakot, ami vár rá. A másik pedig a demoralizálás. Most ha valakinek nem világos, hogy mit jelent a demoralizálás az gyakorlatilag egyfajta apátiát idéz elő, mikor az embert nem érdekli semmi. Amikor úgy van vele, hogy az életnek nincs semmi értelme, csak a mának él, igyekszik kihasználni azt, amit tud, és nem foglalkozik semmivel, csak az alapvető szükségleteivel. Valahogy én így képzelem el, mint ahogy így is van, hogyha az ember figyel és nézi a közösségi médiát, ahol mindenkinek az élete már egyébként nyitott könyv ott. Incredible that people put up with it, but they're poor, they're demoralized, they're frightened, and therefore they think perhaps the safest thing to do is take orders and hope for two ways. Az emberek viszont elfogadják ezt a rendszert, mert abban reménykednek, hogy az a legbiztonságosabb, hogyha csak egyszerűen megy mindenki a programmal, és a lehető legkisebb ellenállást fejti ki, mert ki tudja, mi lesz akkor, hogyha nem ezt teszi. Most megmutatok egy másik videót, ami nem is annyira rövid, és ez szkeptikus kerekasztal az, aki feliratozta ezt, úgyhogy ez az ő érdeme, viszont mindenképpen meg akartam mutatni, mert ez érdekes, lejátszom ezt relatíve rövid, és akkor mindenki tudja követni a feliratot. De a világ pénzügyi rendszeréről lesz szó. Az aranyfedezet, ugye, amiről beszéltem azt hiszem a múltkor, vagy azelőtt, és lényegében minden, amit érdemes tudni erről. Present monetary system from which gold has been eliminated, and as a consequence there is no way to control the growth of debt. This is very important to understand, and I keep emphasizing this, that there is only one agent which can ultimately extinguish debt. And I say ultimately, as opposed to shifting debt. Of course, debt can be shifted from the individual to the bank or vice versa, from one person to another. But it's not the same as eliminating or extinguishing debt. If you want to extinguish debt, there's only one way, and this is paying gold. Gold money, because all other instruments are also a liability of someone else. So you're not extinguishing that when you pay US dollars, Swiss francs, Japanese yen, what have you, because these are also liabilities. You are just substituting one liability with another one. Világos, én ezt igyekeztem elmagyarázni oly sokszor már, és most végre mindenki hallhatja egy szakembernek a szájából. Az, amit mi pénznek hívunk, annak semmi köze nincs a pénzhez valójában. Az egyszerűen csak egy fedezet. Az így működik a magyar forint, de az összes többi is hasonlóképpen működik. Hogyha a magyar forinttal fizet bárki a világon, vagy amerikai dollárra, vagy akármelyikkel, az azt jelenti, hogy vállal az állam fedezetet arra, hogy majd vissza fogja fizetni azt az összeget, amit felvesz a központi banktól, vagy egy másik országtól, vagy egy uniótól, vagy a nemzetközi valuta alaptól, meg az összes többitől. Mikor felveszi ezt a kölcsönt a magyar állam, akkor vállalja, hogy majd visszafizeti a jövőben ezt az összeget. De semmiféle fedezet nincsen Magyarországon erre. Úgy érti ő is, meg amit mondtam, hogy aranyfedezet nincsen rá. Nincs az, hogy nem tudunk fizetni, nem baj, akkor ott van 50 tonna arany, majd azt elviszük. Nem tudják elvinni, mert nem létezik, ez nem így működik már a gazdaság. Az állam pusztán megígéri azt, hogy majd visszafizetjük. És akkor ki az, akit elad az állam? Az embereket, azokat az embereket, akik azt az országot alkotják. Mi vagyunk a fedezet arra, a mi munkánk, a mi adónk, az, amit dolgozunk, amit befizetünk az államnak. Ez a fedezet. Úgyhogy amikor azt mondja bárki, hogy milyen primitív a Biblia, hogy ott rabszolgaság van, meg akármi, teljesen mindegy, most is rabszolgaságban élünk, sokkal jobban járna mindenki, ha abban a rendszerben élne rabszolgaságban, amit a teremtő meghatározott, nem ebben. Ugyanis itt nincsen választási lehetősége. Egyszerűen csak eladta a kormány. De menjünk tovább. So because the countries, all the countries of the world have eliminated gold from the monetary system, and it's still officially the case that gold is not money. Therefore, there is no way to reduce the level of that in the world. From the 1980s onwards, this gradual trend of declining interest. Nem lehet a világ adósságát csökkenteni, érthető? Nem lehet csökkenteni azért, mert nincsen fedezet rá. Az embereknek a munkája a fedezet. Nem lehet. Soha nem lesz vége. Csak akkor lesz vége ennek, amikor összeomlik a gazdaság, és azt mondják majd, hogy jó, felejtsük el az összes adósságot, csináljunk egy kormányt, felejtsünk el mindent, amiről eddig szó volt, és egyszerűen csak éljünk boldogan, mint ami sem történt volna. Így lehet majd az adósságot eltüntetni, de sehogy másképpen. Soha nem lesz vége ennek az adósság ciklusnak. És azért pontosan ez a lényege az egésznek. Ezért találták ki. Azt akarták, ami most van. A semmiből pénzt előállítani, mindenkit motiválni ezzel, a nem létező pénzzel, hogy üldözze ezt mindenki, ezt a nem létező jólétet, dolgozzon, mint az állat, építse fel az új világrendi infrastruktúráját, találja ezt ki, és mikor megvan, most már mindenki feláldozható, mert nincs rá szükség, és össze lehet omlasztani a gazdaságot, kiírtani a nagyját az embereknek, a többit meg beterelni ezekbe az óriás városokba, ahol úgy fognak élni, mint most élnek nagyjából az állatok. Remélem, hogy érthető, és mindenki erről beszél, mindenki. Teljesen most már ez megy a közmédiában, erről van szó mindenhol. Ezen a ponton hadd kérek már meg mindenkit arra, hogy osszátok meg a videó linkjét, és lájkoljátok a videóinkat, és akkor több emberhez eljut az üzenet. Köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig, illetve hogyha bárki szeretne a weboldalainkon, szintén megtalál minket Infobubble.hu, illetve yahoo.hu, de a TikTokon is van rengeteg videónk, Instagramon, valamint természetesen a YouTube-on. Igyekszünk mindenhol másfajta dolgokat feltölteni, ugye akinek az egyik nem tetszik, ott a másik, ha valaki rövidebbet szereti, van rövidebb, ilyenebb, olyanabb. A lényeg az, hogy mindenhol megtalálhatjátok. Has been the financialization of our currencies. There is no way to reduce the... Kicsit visszatekerem, mert az a következő talán nem volt így elég világos, de nézzük. Level of that in the world. From the 1980s onwards, this gradual trend of declining interest rates has been the financialization of our currencies. That has now ended, and we're now getting into a commodity-like environment for the world's currencies. And that is very, very bad news for Western currencies. You cannot measure economic progress. So this growth thing, just forget it. I mean, it's... Ugye csökkentették a kamatlábat, ezért föl lehetett venni a sok kölcsönt, azért, mert alacsony volt a jegybanki alapkamat országonként, meg persze úgy unblock a világgazdaságban. Így megérte kölcsönt felvenni. Így beáramlott a pénz a gazdaságba, felépítettek az emberek mindent, most viszont emelik föl a kamatot, így nem vesznek föl az emberek már többé hitelt, és nem is tudják fizetni a már meglévő hiteleiket, ezért mondja ezt, hogy ez egy rossz hír. Complete nonsense. All you're recording is changes in the level of bank credit and currency. I mean, what's going to happen with this is quite simple. The contraction of bank credit is going to accelerate, and that's going to accelerate very, very quickly. So what the central banks will do, being Keynesian, is they will run scared of a recession, of deflation as they call it. And in any event, government finances will just come unstuck on this. Ugye nem fognak az emberek már hitelt felvenni, még be ezt mondta el, mint amit én is, a magas kamat miatt, és az államnak valamit csinálni kell, különben a gazdaság lelassul, hisz a hitel az, ami fenntartja a gazdaságot. Nem onnan van nekünk az a rengeteg pénzünk, hogy mindenki dolgozik, adót fizet, aztán annyira pörög az egész, onnan, hogy vesszük fel a hiteleket innen, onnan, amonnan, aztán azt a bankok kiadják az embereknek, és akkor mi azt hiszük, hogy vettünk egy lakást 30 évre hitelre, miközben senkinek nem volt pénze, se annak a banknak, se nekünk, se senkinek, hanem csak a semmiből azt mi kölcsönvettük egy központi banktól, vagy egy központi pénzügyi szervezettől, úgy, mint hogy az egész állam. Because you will find the tax income. Ja, és akkor ugye csökkenni fog az adóbevétel is, amiről beszél, hisz ha az emberek nem vesznek föl hitelt, nem költik el a nem létező pénzt, mert ahogy költjük azt a nem létező pénzt, persze én értem, valaki azt mondja, hogy én nekem nincs hitelem, teljesen mindegy, hogy neked nincs hiteled, a cég, akinek dolgozol, az ugyanúgy hitelből csinál mindent, amit csinál, meg az a cég, akinek az dolgozik, meg az a cég, akinek az dolgozik. Úgyhogy a te fizetésed is ugyanúgy hitelből jön, mint az összes többi emberé. És hogyha nem vesznek föl hitelt a cégek, akkor nem fognak fizetni senkinek, és nem lesz jövedelemadó, meg semmi adó nem lesz, és az államnak csökken a bevétele, és ez recesszióhoz vezet. Drops, welfare commitments rise, and therefore budget deficits rocket. Ez nagyon egyszerű az egész képlet. Csökken a bevétel, ugyanakkor a munkanélküliség nő, illetve a szociális költségek szintén ezzel együtt növekszenek, de nincs bevétel, amiből ezt fizetni tudná az állam, így növekszik az a hézag, ugye, ami támad a költségvetésben, amiatt, hogy a bevétel kiesik, ugyanakkor nagyobb lesz a kiadása. So what do? Do they cut spending? No, they don't. What happens is they finance the deficit, basically, out of printing money. Tessék, itt van. Honnan finanszírozzák? Pénzt nyomtatnak. Itt van, tessék. Elmondják megint, ezredjére. Ott van, ezredjére. Pénzt nyomtatnak. Nincs bevétel az államnak, az állam nem tud bevételt generálni, csak adóból. Minél kevesebben vagyunk, annál kevesebb a bevétel az államnak. De pénzt tud nyomtatni a végtelenségig. Ki minek nyomtat pénzt? Azt mondja, hogy majd megfizetjük. Mikor? Majd a jövőben. Addig fizetjük a kamatot, soha napján meg majd visszakapod azt, amit adtál nekünk. Csak a kamatokat képes fizetni minden ország, semmi mást. Printing currency, rather, I should say. And this time, what we're doing is we're replacing bank credit with central bank credit, commercial bank credit with central bank credit. The impact of this is going to be far worse in terms of undermining the purchasing power than any. Ráadásul ott elmondta, hogy a központi bank hitel lesz az, hiszen most már a központi bankoknak tartozunk, nem is a kereskedelmi bankoknak, hisz már nincs senkinek pénze. Changes in the level of bank credit. I was just in Hong Kong that. I made a joke that the Communist Party is celebrating its 100th year, so is JP Morgan. And I'll make you bet we last longer. I can't say that in China. They probably are listening anyway. Jó, ez az utolsó, és aztán ezzel befejeztem. Ez Brian Cox, hogyha valaki esetleg nem hallott volna még Brian Coxról, itt én ugyanabban a kategóriába sorolnám, mint Neil deGrasse Tyson, vagy nem is tudom, ki van még, Michio Kaku, talán ilyen karakter, ezek a personák, akik azt célt szolgálják, hogy az emberiséggel elhitessék, hogy a tudomány az valamiféle tévedhetetlen vallás, amiben nekünk hinnünk kellene. De megdöbbentő az, amit beszél ez az ember. És hogy ez reprezentatív, minden tudomány hívőre nézvést, azt én nem akarom állítani, de amiről beszél, és általában ilyen ökörségeket beszél, úgyhogy ha ez a tudomány, amiről ő beszél, akkor óriás bajban vagyunk. Humans, dolphins, for example. Szóval vannak még intelligens lények a világon az ember mellett, mint például a delfinek. Jó, persze én azt elfogadom, hogy nem is úgy néz ki, mint aki normális, de most ezen lépjünk túl, hisz ő egy képviselője a tudományvallásnak, egy igen fontos és jeles képviselője mellesleg. But dolphins are not going to build spaceships because they can't have any electricity. A delfinek nem építenek űrhajókat azért, mert az elektromosságot nem tudják használni. Azért nem építenek a delfinek ilyen űrhajókat, mert nem tudják az elektromosságot használni. Így világos mindenki számára, hogy miért nem járnak űrhajóval a delfinek, azért, mert az elektromosságot nem tudják használni. Because they live in the sea. And so, you know, it could be that quite typically, if things with big brains tend to be under the water, then they're never going to build radio telescopes and spaceships. Azért, mert az állatok, a lények, akinek nagy agya van, azok a vízben élnek, a tengerben, és ezért ők nem tudnak űrhajót építeni, meg teleszkópokat, mert elektromosság nem működik a víz alatt. They won't be astronomers. És nem is lesznek asztronómusok, vagy csillagászok. Mert nem látják a világot, az eget, ami tele van csillagokkal. Érthető? Szóval itt tartunk. Most ha valakit érdekel, vagy nem hisz nekem Brian Coxról, lehet, hogy találok én villámgyorsan valamit. hogy kicsoda ő, de tényleg nem akarok sok időt ezzel elvesztegetni, mert lehet, hogy nem is érdemes. Mindemellett zeneszerző, egyébként a részecske fizikának a professzora a Manchesteri Egyetemen, az asztronómia és fizikának az iskolája, azt hiszem ott van ő. Most, hogy ezt pontosan hogy kell fordítani magyarra, azt meg nem mondom, de egyetemi tanár, professzor, illetve egy jeles képviselője ennek, amit mi úgy hívunk, hogy fizika. Szóval nem akárki, ő az, aki beszélt az előbb arról, hogy a delfinek azok azért nem használnak teleszkópot, meg nem lesznek asztronómusok, mert a vízben élnek és nem látnak ki a vízből, illetve az elektromosságot nem tudják használni. Úgyhogy csak mindenki higgyen nekem, mikor én beszélek arról, hogy ez az egész egy álomvilág, és akik vezetik ezt az álomvilágot, azok pontosan tudják, hogy milyen szinten van az emberiség. És eljutottunk egy olyan szintre, amikor gyakorlatilag bármit meg lehet etetni az emberek többségével, azért, mert egyszerűen csak nem gondolkodnak már. Nem is képesek persze. Mindaz, amit a világot uraló és irányító elit az évek során, az a rengeteg kár, az a rengeteg pusztulás, amivel az emberiséget lebombázták, meg hazugság, megtévesztés, illetve a másik oldalon persze kihasználván az ember gyengeségét, csábítják a bűnre mindenféle lehetséges módon. Megragadt a többség egy ilyen materiális, anyagközpontú gondolkodásban, ahol semmi más nem létezik, csak az, amit látok, amit hallok, amit meg tudok enni vagy inni. Ennyi. És így eljutottunk ide, ahol most vagyunk. Ami egyáltalán nem kedvező, azt hiszem, ránk nézvést. A jövő pedig teljesen egyértelmű. A világgazdaság, az emberiség, minden össze fog omlani. És ennek a romjából szeretnének felépíteni egy új világrendet, ami elkerülhetetlen. Hogy hogyan tudjuk megúszni, ezt valószínűleg sehogy, de én azt javaslom mindenkinek, hogyha még nem tette volna meg, gondolja át az életét és próbáljon elindulni vissza a teremtő felé azon az úton, amit ő kijelölt, és talán akkor lesz valamiféle reménysége arra, hogy majd a végén, amikor ott áll előtte, akkor a teljesítménye elfogadható lesz. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, hamarosan újra jelentkezem, addig is mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!